Ricsi vagyok, te pedig egy nézed. A mai egy ilyen keserédes adás, amiben megint csak különböző hekekről, uh, illetve illetve feltárt hibákról lesz szó. Ezzel is azt kívánva megerősíteni, hogy uh, a DeFi egy veszélyes hely, és nagyon észnél kell lenned, hogy, uh, hogy ezt akart használni. Tehát uh, kezdjük azzal, ami, amivel tele volt az utóbbi egy hétben a, az internet, ami nem más, mint az Iron Finance és uh, megszámálhatatlan videó, de tényleg ment arról, hogy uh, na, gyerünk, hogy ahogy látod, 640 millió százalék APY, meg ilyen 2500 százalék uh, APR lehet ezeken a farmokon, és uh, mindenki tolta bele a pénzt, mint az őrült, és alapvetően maga az ötlet nyilván nem volt rossz, és még lehet, hogy működni is fog a későbbiekben, viszont aki aki tegnap éjszaka benne volt, az, az most annyival kevesebbel ébredt, mint amennyi pénze benne volt. Történt ugyanis, hogy valamiféle bankrablásról érnek. Igazából még várjuk ezt a postmortemet, hogy pontosan kiderüljön, hogy mi történt. Na nézzük meg, hogy mi ez a, a, az Iron Finance. Tegnap itt még több mint két milliárd dollárnyi érték volt. Ez egy új DeFi platform, a Binance Smart és a Polygonon működött, különböző saját párokkal, illetve, illetve farmokkal. Tehát úgy nézett ki, hogy sajnos ez a bank része már eltűnt, úgyhogy is nem emlékszem pontosan, hogy, hogy, hogy működött. Volt egy saját stabil coinjuk, ami az Iron névre hallgatott, illetve volt a saját tokenjük, amit pedig nyilván farm, farming jutalékként vagy hozamként írtak jóvá, illetve, illetve lehetett venni eladni, ezt pedig Titannek hívják, és Valószínűleg úgy tűnik, hogy ebben a Mint protokolban volt egy olyan hiba, amit valaki kihasznált, és elképesztő mennyiségű Titan tokent szabadított a piacra. Na most, uh, ilyenkor jönnek képbe ezek az auditált és hirdetett dolgok, hogy hiába auditálnak valamit, uh, mindig van valaki, aki okosabb, és mindig van valaki, aki másképp gondolkodik. É, és hogyha mindez rossz szándékkal párosul, akkor, akkor lehetünk tanulni ilyen dolgoknak. Tehát egy dolgot, amit, amit, biztosra vehetünk, hogy nincsen feltörhetetlen okos szerződés, és nincsenek százszázalékosan biztonságos protokollok. Én is benne voltam valamennyivel, viszont tegnap, amikor láttam, hogy, hogy a stabil az ára elkezdett esni, most ez alatt azt kell érteni, hogy ugye nyilvánvalóan a dollárhoz lenne kötve, a dollárnak az árfolyamához lenne kötve, tehát egy stabil egy dollárt kellene érnie, és amikor én ránéztem, ilyen nem tudom, kora délután, akkor volt 0,969 dollár. És akkor úgy döntöttem, hogy ezzel valami nem frankó, hiszen ez legjobb esetben is ilyen arbitrázs lehetőséget ad azoknak, akik, akiknek van elég pénze és tudása, hogy ezt kihasználja, és olyankor be tudja dönteni egy-egy nagyobb stabil coin-nak és az árfolyamát, nemhogy egy ilyen kisebb platform által létrehozottnak tehát úgy döntöttem, hogy akkor nekem itt a vége, kb. három nap után és kiszálltam gyakorlatilag pénzemnél ami nagyon sokakról nem mondható el úgyhogy várjuk a posztmortemet és, és meglátjuk, hogy mi történt egyébként ez a nézzük meg hét napban, ez volt a tegnapi nap, tehát kezdett ilyen 38 dollárnál, addig talán egy ilyen, mennyi ez Ilyen két-három hetes, egy ilyen kéthetes platform, és gyakorlatilag a semmiből ez a Titan egyébként. Árfolyama fölment ilyen szépen, ilyen 30 dollár körül mozgott, egészen normálisan, míg nem tegnap fölment 63-ig, majd aztán leesett. Én, én valahol itt a pénzemnél kihúztam az egészet úgy, ahogy volt, és és egy jót aludtam utána, úgyhogy sajnos biztosan sokra ez nem mondható el. Volt már egy korábbi problémájuk is, az konkrétan a Binance smart chain-en történt, és az még, még most láttam róla egy, egy hírt, hogy azokat próbálják kártalanítani. Hát nem tudom, hogy a, a, a tegnapi események után azokat az embereket hogy fogják majd kártalanítani, de nagyon bízom benne, hogy fogják valamilyen, valamilyen módon. Tehát ez volt az Iron Finance, várjuk a, a fejleményeket, de erről egyenlőre ennyit tudunk mondani. Utána pedig itt van az a Apple file, amit nem régen mutattam be, és hogyha itt valahol látsz egy linket, akkor kattints rá és megnézed, hogy mire tudod használni. És itt bizonyosodik az be, hogy hiába van egy, egy nagyobb platform, maximum ők máshogy kezelik, illetve tudják kezelni a problémákat, és ez egy, ez egy abszolút pozitív végkifejlet, hiszen volt egy kis probléma az egyik szerződésükben, de hogy értsd, ez úgy működik az Apple File, hogyha nem akarod megnézni a videót, persze nézd meg mindenképpen, hogy egyrészt meg tudod nézni a tárcának a tartalmát több különböző láncon keresztül, tehát legyen az Binance Smart Chain, Polygon, Phantom, Ethereum, stb. És nem csak ez, hanem gyakorlatilag egy gomnyomásra tudsz beleugrani, illetve kiszállni a liquidity poolokba és farmokba illetve bol. És úgy tűnik, hogy ez a zap out, tehát a kiszállási protokoll, illetve a szerződés tartalmazott egy olyan problémát, ami alapvetően úgy nézett ki, hogy, hogy ha használod ezt a platformot, akkor nyilván engedélyezned kell, el kell fogadnod ennek a, ennek a használatát. Na most úgy néz ki, hogy a zap outnál, tehát a kiszállási résznél volt egy olyan hiba, hogy ha már a te ezt elfogadtad, akkor egy másik tárcával ki lehetett volna kérni uh, a liquidity poolokból, amit te beletettél. De, mint mondtam, ez, ez szerencsésen végződött, hiszen uh, valaki megtalálta ezt a problémát, és nem kihasználta, hanem a fejlesztőknek szólt, akik leállították uh, ezeknek a, az okos szerződésnek a használatát, és 24 óra alatt kiavították a hibát, valamint adtak 25 ezer dollár bántit, az a díjat uh, ennek a, az illetőnek, aki felfedezte a hibát. Akit érdekel bővebben, az itt meg tudja nézni a teljes logot, és, és hát valahogy így, így kell kezelni. Mondjuk hát nyilván ehhez, kell a szerencse, kell az, hogy olyan valaki találja meg, aki, aki nem rossz szándékkal közelít uh, e felé, és, és, jelentse majd, majd hogy a, a, devek pedig, pedig ki tudják javítani ezeket a dolgokat. Egyébként elég sok minden uh, hasonló történt az utóbbi időben kisebb-nagyobb platformokkal. Uh, úgyhogy uh, továbbra is az bizonyítja, hogy a DeFi és új van a kriptó egy veszélyes hely. És mindenképpen felelősséget teljes tudatában, csak annyi pénzzel uh, vegyél részt ebben, amennyik, aminek az elvesztése nem, nem okoz különösebb fájdalmat. És ezt gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapra megtanuljuk. Ah, és, és hogy lehet ezek ellen védekezni, hiszen hiszen még a nagyobb platformoknál is, tehát most hiába hiába vannak megbízhatónak mondott platformok, hiába vannak auditált platformok, ahogy mondtam, mindig van valaki, aki okosabb és, és máshogy, máshogy közelít ezekhez a dolgokhoz. Ugyanakkor, hogyha már egyszer uh, itt vagy, vagy, vagy ilyesmivel akarsz foglalkozni, akkor én, én továbbra is azt vallom, hogy én a nagyobb platformokkal foglalkozok komolyabban. Most legyen az, tényleg nem tudom, az AVE, Compound, uh, Wire, BadgerDAO hasonló dolgok, és közbiztosítást. De most komolyan. Uh, tudom, mindenki arra gondol, amíg fizetgeti a biztosítást, hogy ez kidobott pénz, és ez egészen addig igaz, amíg uh, amíg nincs rá szükség, onnantól megveregetheted a saját váladat, hogy volt annyi eszed, hogy, hogy vettél rá biztosítást. Ez nyilvánvalóan több platformon is elérhető. Itt van például a Nexus Mutual, akik. Itt van például a Wire-nek különböző pújai, Curve, Anchor, Uniswap, mi volt még itt, Convex, hasonló dolgok, és. Több ilyen platform is van. Nyilvánvalóan, hogyha valamire ők kötnek biztosítást, akkor az a lehető legkevésbé rizikós, hiszen ők sem hülyék, mint ahogy általában a biztosítók. És, és ez talán adhat egy kis nyugalmat, legalább nyugodtabban alszol, vagy, vagy nem is tudom. Tehát gondold végig, hogy, hogy érdemes -e ezzel foglalkoznod, hogy Tudsz -e aludni. Ez, ez egy nagyon fontos dolog. És tényleg csak akkor használj ilyen dolgokat, hogyha, hogyha tudod vállalni a saját tetteid után a felelősséget. Úgyhogy ez az adás már ennyi volt. Jövünk hamarosan, valószínűleg kellemesebb hírekkel, de addig is ciao.